tehát üdv újra, és hát a történetünkben ott jártunk, hogy milyen különbségek vannak az át és nyílt játékmotorok között, de közben a kérdésekre is vetettem egy pillantást. És itt Zoltánnak volt egy olyan kérdése, hogy a Rust esetleg a C++ helyette. Én ezt olyan megközelítésből tudom neked vizsgálni, hogy nem a játékfejlesztésnél találkoztam a Rust-tal, hanem manapság tényleg van egy ilyen tendencia, ahol aminek azért vannak nagykövetei, hogy a C++ helyett konkrétan használjunk inkább Rustot. És én úgy látom, hogy ennek lesz jövője, van ennek egy fontos alapja. Hú, ha valaki esetleg találkozott vele, én pont nem régen, hogy volt egy valamilyen ilyen NASA projekt, ami azért bukott meg, mert ott valamit rosszul programoztak, és egy 64 bites integert rosszul konvertált 32 bites integerre, és valami az egész projekt ment a levesbe. Na és pont ezek miatt a dolgok miatt, illetve, hogy a Rust egyel magasabb szintű programnyelv, mint a C++, jó, most erről is nyilván lehet vitatkozni, és ilyen memóriakezelés és egyebek terén, és ugye nyilván biztonsági oldalról, mert sok szempontból erről az oldalról látom a dolgot, jobb megoldásokat kínál. Hogy mi lesz a jövője a játékfejlesztésben, így azt én nem tudom megmondani, mert én nem programozom Rustban. És tehát nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak a grafikai megvalósítás is egyéb terén. Magát a tendenciát látom. De alapvetéseiben még amit hozzá kell tennem, az az, hogy igazából, amit itt eddig tárgyaltunk, az egy választás. Hogy mit válasszunk a lehetőségek közül, amikor például valamilyen kódbázist, vagy valamilyen library-t, vagy valamilyen játék engine-t választasz. És ugye itt a már meglévők közül tudunk választani. Na most ebből viszont a legjobb tudomásom szerint, de javítsatok ki, hogyha ez nem így van, nincs még olyan, ami Rust-ra épült volna, és ezért ugye marad a C++ és a C#, amiről meg már tudjuk, hogy jól működik, és nagyon komplex és nagyon jól működő keretrendszereket kapunk.